Üdv mindenkinek! Pár hete egy felejthetetlen napot tölthettem el a Lourdes-i késkiállítás egyik napján, és ezt az élményt most át szeretném számotokra is adni. Most nem a készítők bemutatására fogok koncentrálni, csak is az élményre. Izgalmas lesz, kezdjük is el! Viszonylag könnyű volt bejutni, hiszen az elsők között érkeztem egy kedves ismerősömmel, aki meghívotta a jegyre is, ezért jól indult a napom. Belül a fényviszonyok nem voltak a legjobbak, ahogy látható is. Piraszter, azaz Fazekas József asztalánál kezdtem, és rengeteg damaszkést láttam. Erre a Lourdes-ra a damaszkések voltak a jellemzőek, most nagyon divatba jött ez. Bánfarkas Imre asztalánál is ezt tapasztalhatjuk, ő is rengeteg damaszt késsel készült, de nála mindent meg lehetett találni. Ha jól emlékszem, akkor erre a Lourdes kiállítása is olyan 100 valamennyi bicskát hozott, tehát rengeteget a saját általa faragott markolatokkal, például ez a gyönyörűség is. Ugye ő készíti a bicskáit, és ő is faragja őket. Ez a nem semmi. Voltak különleges tollak is, a készítőt most nem tudom megemlíteni senkinek sajnos, de rájuk lehet keresni. Ezek mind kézzel készülnek, és kézzel vannak vésve is, nagyon egyediek, biztosan elég drágák is, az árakat nem néztem. Például ez a kis karika rajta, az kézzel van vésve, egy mestervésnök által, gyönyörűek. Lobász Gyulánál is a damaszt acélok domináltak ebben az évben. Megtetszett ez a húsvilla és a hozzátartozó kés a napkorong berakásokkal, csak az ára nem jött be az én pénztárcámnak sajnos. Közben összefutottam Vencel Balázzsal is, aki nem állított ki bizonyos okok miatt, viszont eljött vásárolni, nézelődni, és magával hozta a legutóbbi kését is, kis bicskáját. Ez a damaszt cakli féleség, tetszik. Ha már extrém bicskáknál járunk, akkor Kenéz Árpádnál meg kell állnunk, hiszen nála szinte csak ilyeneket lehet találni. Itt van a Csuka nevezetű bicskája, a Gödény például, amiből már van nekem egy tőle, ezt a tűzzel vasalom vettem, de most szintén vásároltam tőle valamit, méghozzá ezt nem tudtam ott hagyni, annyira megtetszett, és ez jött velem haza. Egyébként kihozta a kiállítása a saját farvillás bicska gyűjteményét is, nagyon szép gyűjtemény, gratulálok neki hozzá. A Puli kések standján Szabados Károlynál megint ámulatba ejtő késeket lehetett látni. Ezek remek művek, szinte műalkotások, trónok harca jut eszembe egyből. Ezzel szemeztem, de ismét ez egy kicsit túl volt árazva számomra. Egyre nőtt a tömeg, és így egyre nehezebb volt hozzáférni az asztalokhoz is, viszont Borbély Szabolcsnál meg akartam állni, ismét kézbe fogni ezeket a Bushcraft szörnyetegeket, és persze a finomabb, kisebb, elegánsabb bicskáit is. Szabolcs nagyon eltalálta ezt a cakli formát szerintem. Másoknak is nagyon tetszett a portékája. Nagy Csaba viszont rengeteg különböző típusú késsel érkezett, itt van ez a kisebb vadászkés, de volt nála egy hatalmas viking, norvég eredetű tengeri kés nevezetű dolog, ami nagyon-nagyon bejött. Én szeretem nagyon az ilyen késeket, az az igazság. A modernebb bicskái sem rosszak, nem lehet azt mondani, sőt, majdnem olyan, mintha egy science fiction filmből jött volna ki ez a folder. Eltalálta. Pap László Dixon kések, ő a tradicionális vonalon mozog igazából. Volt már tőle bicskám, sőt van most kettő is, és az ő asztaláról ez a középső, ez a narancssárgás árnyalatú bicska tetszett meg, ez a maskara, és természetesen a címeres még most sincs, de legközelebb már be kell szereznem egyet. Kenéz Árpádhoz visszatérve próbáltam kinyitni ezt a farvillás bicskát, de nehezen ment, és ő ezt tanácsolta erre. A farvillást kétféleképpen lehet kinyitni. A pengelyét nyitjuk ki, vagy a villáját húzzuk ki. Hát a pengelyítást is megmutatom, a half-stopos, tehát az ember ráfog, erősugós, figyelni kell rá. Villakihúzás. Csukott állapotban a legbiztonságosabb. Az ember attól függ, hogy jobb vagy balkezes, én jobbkezes vagyok, megfogja stabilan a bicskát, ráfog a villára, egy picit megmozgatja jobbra-balra, és kihúzza. Tehát ezt úgymond direktbe, mivel szoros illesztéssel van, kihúzni azért balesetveszélyes, mert az ember véletlenül visszaszúr a saját kezébe. Úgyhogy a legbiztonságosabb, tehát ráfog az ember a csukott bicskára, kicsit jobbra-balra megmozgatva,
óvatosan nem nagyon, mert fölhasíthatja vele az egész markolatot, fölszakítja. Meg én azért azt látom. Szóval 7 mm vastag a panel, abban 3 mm a nút mélysége. A fél panel elveszik ott adnál a sáv, a bal sávban. Jobbra-balra megnyitja az ember, megmozgatja és utána kihúzza. Ennyi. Köszi szépen! A következő megállom Sági Lászlónál volt, a kés alapanyagoknál. Rengeteg markolatanyag, köztük itt van ez a valami, gondolom ez egy toboz, amit még stabilizálni kell, már nekem is van egy kicsi belőle, majd meglátjuk, mi sül ki belőle. Csut Gábor asztala mindenféle színben pompázott, nehéz volt nem szerelembe esni valamelyik késével. Itt van például ez a Csillagok háborúja ikletésű vadászkés, ami kiállítási darab volt, vagy ez a különleges, majdnem hogy RDC jellegű kiskés, de amit én vittem haza, az ez volt, EDC Tihamérnek hívják, Farmer Mikarta markolatanyaggal. Az üzlet megköttetett, de ugye a szenvedély az ragadós, mások is vásároltak. Bánfarkas Imre asztal előtt elsétálva megláttam, hogy élezi a kését, amit gondolom eladott és arra készíti fel. Jól sikerült az élezés is, a kés is, ez biztos, hogy borotvál. Ha már itt voltam, akkor megnéztem a személyes kedvencemet újból, ezt a 8 napkorongos pásztorbicskát damaszt pengeacéllal. A következő kiállító nevére sajnos nem emlékszek, viszont a termékeire annál inkább, hiszen ezek a típusú kések és a hozzájuk használt markolatok, például az agancs nagyon közel áll hozzám. Itt van ez a példány is, amit meg akartam venni, hiszen a mintázata annak az agancsnak nagyon-nagyon szép, és a hátulján található vésés is. Voltak olyan kiállítók is, akik inkább dísztárgyakat hoztak, ékszereket, ezeket a nagyon szépen megmunkált, megvésett, díszített agancs darabokat. Mutatós. A Misányi stand körül mindig nagy volt az érdeklődés, de szerintem ez jellemezte az egész lurdi kés kiállítást, nagy tömeg, sok ember, nehéz volt hozzáférni sokszor a standokhoz. Végre nekem sikerült hozzáférkőznöm Tóth Lászlónak a standjához, és kezembe fognom ezt a különleges tört, aminek a bakniai egy vésnök által mesterien lett kialakítva, megvésve. Ez is egy művészeti alkotás az én szememben. Pályer Gyulának az asztalát nem szabad, nem érdemes kihagyni, ezt nem is tettem meg, ezúttal sem. Majdnem minden kését a kezembe fogtam, és próbáltam dönteni, hogy melyiket vásároljam. Egyelőre nem tudtam dűlőre jutni, ezért ezt a következő alkalomra hagytam, de szerintem mások is hamarosan jövőbeli vásárlók lesznek. Tumpek Ferenc asztalához érve örültem nagyon, hiszen tele volt az asztal a szebbnél szebb bicskákkal, amit a Tűzzelvassal fesztiválon nem láthattam. Ezek szinte csak vitrines darabok az én szememben, én nem tudnám őket használni, az áruk is tükrözi ezt, mesterien vannak kivitelezve, vitrínbe való darabok. Zsinkó Istvánnak a kései is nagyon tetszenek, azért mert kovácsolva készülnek, mióta Porcelán Gergővel készítettem a videót, megtetszett ez a készítési forma is, ad egy plusz értéket a késnek szerintem, és jobb lesz az anyag szerkezete is. Zelen Gergelynél megint nem úgy viselkedett a kamerám, ahogy szerettem volna, de szerencsére most fel tudtam venni az összes kiállított darabját, és kézbe is vehettem őket. Ő tipikus vadászkéseket készít vadászoknak, ugye ő is az, de ez az egyik kedvenc formám tőle. Nem is tudom, ez egy maskara talán? Egy Zelen Gergely féle maskara, nagyon tetszik. Ismét egy olyan késes asztalához érkeztem, akit nem ismertem előzőleg, Jakab késes mester, nem tudom a teljes nevét, ne haragudjatok, de a képek elárulnak mindent, hogy milyen szinten van. Kicsit elcsendesedett a tömeg, szerintem ebédidő volt és mentek sokan ebédelni, addig én kihasználtam a helyzetet és elmentem, megnéztem Nagy Zoltánéknak a standját. Kertész Attila standjánál is csak ámultam és bámultam. Nézzétek ezt a 6600 eurós kést, milyen kidolgozottságú, milyen különleges anyagokból készülhetett vajon. Ezeket sem tudtam nagyon megfogdosni, vitrin mögött voltak, ő egy nemzetközileg elismert készítő. Visszatérve a praktikusság világába, Barta Zsolt késkészítőhöz és az ő standjához,
már láthatunk olyan dolgokat, amik minden nap a zsebünkben lehetnek, például ezek az EDC legálméretű kis kések, amik nagyon megtetszettek, szerintem a jövőben hamarosan vásárolni fogok tőle egyet. Nem lettek kevesebben, az az igazság az érdeklődők, sők talán egyre többen az ebéd után. Én a Lőrinc késes asztalhoz fordultam, és szemügyre vettem a baltákat és a vadász késeket, sőt, nagyon megtetszett nekem ez a konyhakés damaszt acéllal. Sándor Gábor fegyverkovács asztalánál rengeteg damaszt acélból készült kést láthattunk. Ugye nagyon jellemző most a késesekre, hogy ebből az acélból gyártanak. Nekem annyira nem jön be, én annyira nem szeretem, inkább a természetesebb mintákat, de ez a darab, amit most megfogtam, pont tetszik. Berényi Sándort sem kell bemutatni, ő nagyon szép, tradicionális bicska formákat készít. Tőle sem volt még egy darab bicskám se, most úgy döntöttem, hogy veszek egyet, mert találtam egyet a késálványon, amit nem tudtam otthagyni. Ez a Karbajnak nevezett bicska forma, ami nekem megtetszett. Az üzlet megkötetett itt is, és ezzel a gyönyörű, szép, nem is tudom, epoxi, rezines, zöldes, markolatú bicskával tértem haza. Szabó István asztalánál láthatóak ezek a félig elkészült bártféleségek, amiket mindenki saját maga fejezhet be otthon, ha úgy szeretné. Én már a tűzzel vasalóta szemeztem ezzel a kanállal, de még most se vettem meg. Poznánszki László is a tradicionális vonalat erősíti, ő kifejezetten csak ezeket készít, ha jól tudom. Rengeteg szép bicskája van, nagyon populáris késkészítő, és szeretik a termékeit. Nekem ez a fejes tetszik, a szaru markolattal, és azok a háttérben levő szalonnázó bicskák. Ahogy tovább sétáltam, belebotlottam valami különlegességbe, namibe, az Excaliburba, amit ki is húztam, de nem lettek szuper képességeim. Viszont nagyon megtetszettek a munkái ennek a nem magyar származású késkészítőnek, aki elárulta, hogy nem ő vési ezeket a szép markolatokat, hanem egyik ismerőse, aki egy vésnök, faragó mester. Nekem nagyon tetszenek ezek a részletes, megmunkált markolatok. A katona kések standján megint sok különlegességet láthattunk, főleg taktikai vonalon, például ez a balta féleség, ez a kés, aminek van egy szeme, és nézzétek az állványt, ami hozzájár. Nem semmi, egyedi. De vannak nekik ugye normál formájú késeik is, például ez a Kephart jellegű kés, ami állítólag a legjobb buskatozása és kempingezése. Megint itt van egy kés, aminek szeme van. Egy kicsit visszatérve a szerényebb késformákhoz, Móka Miki, Kovács Miklósnak a kései tetszettek meg nagyon, ezek a legál méretű kések. Nem tudom, hogy mi a nevük, nem tudok segíteni ezzel, a markolatok viszont nagyon megtetszettek. Természetesen Nagy Istvánék is megmutatkoztak ugye a kiállításon, hasonló volt a felhozataluk, mint amit a Tűzzel Vassal fesztiválon is lehetett látni. Személy szerint nekem ezek a damaszt acélos kis bicskák és ez a gyönyörű osztott markolatos szalonnázó tetszett még mindig. Nézzétek azt a részletesen kidolgozott rugót. Ebéd után, pontosabban késői ebéd után megnéztem még egy pár asztalt. Közöttük volt Bálint Attila, akit már régebb óta ismerek, de most találkoztunk először, és nem csalódtam, amikor kézbe foghattam ezeket a használatra született késeket. Általában ő vadászkéseket készít, de ezek biztos, hogy jók buskraptozásra is és kempingezéshez is. Csak úgy, mint a sámán kések, amik szinte elpusztíthatatlannak tűnnek, csak nézzetek rá azokra a vastag pengékre, amikből készülnek. Ez tényleg buskraptozás, kempingezés, vadászat. Gyönyörűek. Szeretnék ezekből is egyet. Nos, ennyi volt a Lurdi mára. Megköszönöm mindenkinek, hogy velem tartott és átadhattam ezt az élményt számotokra. Remélem tetszett, ha igen, akkor lájkoljátok, kövessetek be az oldalamat, mert hasonló videók hamarosan érkeznek. Köszönöm a megtekintést, hamarosan találkozunk, viszontvágásra!